Na Lukasz, elmondom, hogy miket kell végig gondolni, mielőtt kiválasztod az adott hangyafajt. Ez izgalmasan hangzik. Bizony. Rengeteg mindent végig kell gondolni, tudod? Aha. Például miket? Hát például... Figyelsz rá? Ja, igen. Csak azt néztem, olyan vicces, mintha szalmakalapdan ülnél itt. Ez nem szalmakalap, de sügér. Az egy napernyő mögöttem. Tudom, csak olyan viccesen néz ki. Na, térjünk vissza a tárgyra, jó? Szóval, mielőtt eldöntöd, hogy milyen fajt szeretnél, nagyon sok mindent végig kell gondolni, nem is gondolná az ember. Például miket? Hát például, hogy hazai vagy nem hazai fajt szeretnél. Hogyha hazai fajt szeretnél, azokat mind teleltetni kell majd, ugye? A mi éghajlatunkon van tél, mint olyan, és hát ilyenkor a hangyák, amikor a hőmérséklet egy bizonyos szint alá csökken, akkor ők bevatkolják magukat télre, mint a medve, tudod? És hát ők úgymond téli álmot alszanak, hibernálják magukat, mondjuk így. Ó, és akkor mi van? Hát akkor az van, hogy ezt is neked szimulálni kell nekik. Különben a királynő nem áll a petézéssel, és nagyon hamar ki fog merülni a szervezete, mert nem tud pihenni, regenerálódni, és idő előtt el fog pusztulni. Bizony. Szóval ezt biztosítani kell neki, mert hát ugye neked benne a lakásban nincsen téli hőmérséklet télen sem, mert te fűtesz, viszont nekik ezt biztosítani kell. Tehát ilyen általában ilyen 5 és 8 Celsius fok közötti hőmérsékleten kell őket tartani. Ősztől tavaszig, valahogy így. Ó, és ezt hogy lehet megcsinálni? Hát ezt neked végig kell gondolni, mielőtt belevágsz. Ajjaj! Ha van borhűtőd, vagy egy jó pincéd, ahol hűvös van, ezek esetleg jók lehetnek. Aha! Hűtőbe is beteheted, hogyha ott olyan a hőmérséklet, csak hát nem biztos, hogy mindenki örül neki, hogy hangyák vannak a hűtőben, akik ráadásul élnek? Hát! Bizony. Na mindegy, szóval, de választhatsz trópusi hangyafajt is, amiket nem kell teleltetni, mert olyan éghajlatról származnak, ahol nincsen tél. Vagy legalábbis, ha van is hűvösebb évszak, az sem hűvösebb, mint nálunk a nyár. De érdekes. Igen. Aztán például végig kell gondolni az, hogy mekkora méretű hangyafajt szeretnél. Képzeld, vannak akkora hangyák, például a kéreg hangyák, amik olyan picik, hogy egy magban elfér egy egész család. Bizony. De vannak például a lóhangyák, amik meg akkorák, hogy a kéreghangya körülbelül akkora, mint egy lóhangya lába. De durva! Igen. Szóval hát nyilván nagyobb hangyáknak nagyobb hely kell, ahogy egyre többen lesznek a kicsiknek, meg kisebbek. A kisebbeket nem olyan könnyű jól látni, viszont azok is nagyon cukik. Szóval ezeket így át kell gondolni. Vagy például képzeld el, hogy vannak egy királynős, meg több királynős hangyafajok is. Ami azt jelenti, hogy van, ahol egy fajon belül több királynő együtt tud kolóniát alapítani, de van, ahol csak egy, és nem tűrnek meg mást egy, vagy maguk mellett. Na, szóval érted. Úgyhogy nem árt, hogyha tudod, hogy például, hogyha te fogod a királynőt, akkor nehogy véletlenül összerakjál több egy királynős királynőt egy helyre, mert azok előbb-utóbb le fogják gyilkolni egymást, és mint a trónok harcában, csak egy maradhat. Vagy mint a hegylakóban. Látod a hegylakót? Nem, az micsoda. Csupán egy maradhat. Szóval, ilyen kérdések is vannak. Aztán például, hogy az adott fajnak hány dolgozói kasztja van. Mert hogy vannak úgynevezett polimorf fajok, ahol vannak kisebb, meg nagyobb méretű dolgozók is, de vannak monomorf fajok is, ahol minden dolgozó ugyanúgy néz ki. Például azok tök viccesek a polimorfok. Vannak ilyen nagyfejű dolgozók, meg ilyen picik is, és mindegyiknek általában más feladata van.
Szóval végig kell gondolni ezt is. Mit szólsz? Még a felénél se tartunk. Hú, de durva! Úgyhogy mennyire nehéz a tartása. Vannak olyan fajok, amiket elég bonyolult tartani. Például rabszolgatartó fajok. Nincs oda? Bizony, vannak olyan fajok, akik más hangyákat tartanak rabszolgaként. Ez elég durván hangzik. Hát az is. Meg vannak ilyen időszakos, szociálparazita fajok, akik betörnek más fajok fészkébe, és akkor megölik a királynőt, és elfoglalják az ő kolóniájukat, átveszik ott a hatalmat, meg ilyenek nagyon durva dolgok vannak. Ezeknek mind utána kell járnod, mielőtt belevágsz ebbe az egészbe. Mert például, ha egy ilyenbe fogsz bele, akkor lehet, hogy nagy kudarc lesz a vége, mert nem tudod, hogy hogy kell ezt mesterségesen kezelni, vagy hát biztosítani a királynő számára az ilyesmi körülményeket, tudod? Elkétesztő? Az, bizony. Most elvettem a kedvedet. Nem, dehogy is. Nagyon izgalmas. Tényleg utána kell alaposan oldasnom ezeknek. Hát azt hittem, hogy ezt már megtetted az előző két beszélgetésünk óta, de... felelőtlen vagy. Nem vagyok. Csak jobban szeretem, amikor te mondod el. Igen, csak nekem erre nincs időm, tudod? Jól van, na. Na szóval. Még kell gondolni azt is, hogy milyen fegyverzete van az adott fajnak. Tudod, vannak, akik fullánkkal védekeznek, vannak, akik savazással, vagy csak harapnak esetleg. Tehát mondjuk egy olyan fajt otthon tartani, amik erős fullánkkal rendelkeznek, méreggel, amiknek a csípése nem túl kellemes. Például nem biztos, hogy ideális egy olyan családban, ahol kisbaba van, mert bármi történhet, nem tudhatod, véletlen valaki leveri a formikáriumot, mert rossz helyre raktad, a takarítónő leverte, vagy nem tudom, kiszabadulnak is, összecsípélik az embereket, az nem olyan jó. Tehát ezt azért jó, végig kell gondolni. Persze a hazai fajok többnyire mind ártalmatlanok az embert nézve, tehát mondjuk nem tudják átharapni sem a bőrt, meg a csípésük igazából nem igazán durva, de azért van egy-kettő, ami itthon is elég kellemetlen tud csípni. És hogyha többen vannak, sok csípés, akkor az halmozott élvezet, idézőjelben. Hát, én szerintem valami ártatlan szajt szeretnék. Hát, az a tuti. De van, hogy a csípősöknek van valami, ami miatt sokkal szimpatikusabbak. Szóval ezeket jó végig kell nyelvezni. És például nagyon fontos, hogy végig gondold azt, hogy mekkora kolóniát fognak azok a hangyák létrehozni idővel. Mert hogyha több tízezren lesznek, mint tudom én x éven belül, és neked nincs helyed később akár egy ilyen szabad kifutós nagy üveg terráriumos tartást biztosítani nekik, akkor lehet, hogy az nem a te fajod. Ha nem tudod hova tenni őket, akkor az nem jó, tudod? Előre kell gondolkodni, több évet akár, mielőtt eldöntöd, hogy milyen fajt választasz. Hú! Hát, szerintem én valami kisebb kolóniát szeretnék. Csak társzász hangyával. Ez mondjuk ideális lehet. Na, hát szóval ezeket gondold végig. Aztán eldöntheted, hogy honnan szerzed be. Veheted webshopban, vagy hangyás közösségekben is lehet vásárolni, olcsóbban, ha ismersz ilyet. De hát ugye a legolcsóbb mindig az, hogyha te fogod magadnak, csak hát ahhoz meg már kicsit utána kell olvasni, hogy meg tud állapítani, hogy mégis milyen királynőt fogtál, meg hogy egyáltalán eldöntsd egy hangyáról, hogy az királynője, vagy dolgozó. És ki tudnál segíteni? Hát mondjuk mi például tudunk neked ebben segíteni. Van egy nagyon király Discordos közösségünk, egy ilyen kis chat szerver. Úgyhogy hangyafalván fönn van a linkje. Ott tudunk neked segíteni, feltöltöd a fotót, aztán majd jól megszakértjük, hogy szerintünk az egy milyen faj, meg a királynője, meg ilyenek. Ó, ez jól hangzik. Na hát szóval, ezek vannak, amiket végig gondolnak. Érdemes, hogyha ezzel mind megvagy, akkor be kell szerezni a dolgokat, aztán lehet belevágni. Ez nagyon izgalmas. Már alig zárom, hogy elkezdhessem.
Hát azt elhiszem, én is így voltam ezzel az elején. Aztán később jönnek csak az igazi kalandok. A nem várt dolgok. Például Nick? Hát mindenre sajnos senki nem tud téged felkészíteni. Ujjjjj. Mindig lesznek váratlan események. Ajjaj. De ez ne vegye el a kedvedet. Majd belejössz. Hát nagyon remélem. Na. Szóval remélem, hogy tudtam neked Lukász segíteni. Ó, nagyon sokat. Köszi, Agostino. Aztán további kérdésed van, akkor szerintem csatlakozz a Discord szerverünkre. És akkor ott bármilyen kérdésben nagyon szívesen segítünk. Nagyon jó a társaság, király a csapat, tele fiatalokkal. Úgyhogy várunk sok szeretettel. Jó, szerintem regisztrálok. Na. Aztán sok sikert a hangyázáshoz. Köszi! Csákó. Hozonész. Semmi tőled köszöntem el. Szevasz. Ja? Hello.